A keleti csoportban másodikként záró NKS a nyugaton harmadik Tatabányát kapta a negyed döntőben. A kosárszegény első negyed végén egy ponttal vezettek a vendégek, akik a nagyszünetig újabb 4 pontot tettek hozzá előnyükhöz. A hazaiak a folytatásban sem nagyon találták a ritmust, úgy tűnt, hogy elveszíti pályaelőnyét a nyíregyházi együttes. A negyedik negyedben aztán átvette a vezetést a házigazda, és izgalmas végjátékot követően végül meg is nyerte a meccset Farkasinszky Gyuláni együttese. Én úgy gondolom, hogy ennek a mérkőzésnek az volt elsősorban a lényeg, és az volt az ereje, hogy a lányok egységben, csapatként, a kispadról buzdítva egymást, tehát akit fölküldtünk, azért az mindenki megpróbált valami plusz hozzátenni, tehát hogy nem maradt ott magára senki, tehát hál' Istennek végre a Fekete Dóra is kosárlabdázott, tehát pontokat dobott. Az, hogy a Diának azért volt az extra 3-as ott a végén, ami kellett ahhoz, ezt a mérkőzést megfordítsuk. Az Orsi ide-oda hibázott, de ugye akkor a stressz volt rajta, és nem értem, hogy miért, mert ugye neki a rutinja azért megvan, medető függetlenül, hogy azért mégis egy négy középjutásért játszunk mérkőzést, tehát ez ugye minden játékosnál. Hát a Kadesúr ugye az meg egyértelműen, tehát ő valamilyen szinten pánik hangulatban van, tehát ő azért ilyen mérkőzést nem igazán játszik, hogy egy szituációban neki pályán kell maradni, mert nincs más lehetőség. Én úgy gondolom, hogy ez végül is a közönség segítségével a csapat egységként múlott az egész, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdés volt. A vendégek edzője, Lukács Sándor a vereség ellenére is elégedett volt csapatával. Szeretném megdicsérni a csapatunkat, mert ahhoz képest, hogy mi hetente 2 alkalommal edzünk, de nagyon sokan vannak, akik csak 1 alkalommal tudnak eljönni. Ehhez képest azt gondolom, hogy egész mérkőzésen úgy fizikailag, mint taktikailag fölvettük a versenyt és a harcot az ellenfelünkkel. Nekik gratulálok, de azt gondolom, és ezt hajlandó vagyok videóelemzésen is megmutatni, hogy pontosan 4 olyan momentum volt apróságokban, ami eldöntötte a mérkőzést és elvette tőlünk a győzelem lehetőségét. A nyíregyházi csapat kapitánya, Papp Klaudia a Debreceni Egyetem színeiben a hétvégén 3 meccset játszott Pécsen a Medikus kupán, így vasárnap este már a negyedik mérkőzésén lépett pályára, és 20 ponttal járult hozzá az NKS sikeréhez. Sokkal nehezebb volt, mint amire számítottunk. Ez látszott is egyébként a játékunkon, kicsit zavarodottak voltunk igazából az egész játékunkban, de úgy gondolom, hogy az akarat az velünk volt, és ez maximálisan ki is jött, és ezáltal sikerült nyernünk. A párharc második meccsét csütörtökön játsszák Tatabányán, a harmadik találkozó, amennyiben szükség lesz rá, április 23-án lesz Nyíregyházán.